2021. decemberében 7,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az előző év hasonló időszakához képest, ami megegyezett a novemberi drágulási ütemmel. Mivel az infláció sem csökkent, az élelmiszerek ára pedig 8%-kal növekedett, a kormány ezzel a kérdéssel is foglalkozott a legutóbbi kormányülésen. Január 12-én Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben jelentette be, hogy árstoppot hirdetnek. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én áll. Az árakat érintő szabályozás február 1-én lép hatályba. A szakemberek szerint addig még várható egy jelentősebb áremelkedés. A pécsi vásárlók többsége egyelőre örül a döntésnek. A mai gazdaságban bármi változhat. Akár hetente. Ugye úgy, mint az üzemanyag árakat is ugye lefixálták, hál' Istennek, de ezt nehezen értem meg, ugye, hogy a világszerte nő a kőolajkitermelés, és mégis ilyen drága. Most jelenleg úgy tűnik nyilván, hogy jó dolog, csak nem tudom, hosszú távon milyen gazdasági hatásai lesznek. Most ez jelenleg akkor jó döntés? Jelenleg jó dolog, igen. Fogalmam sincs, hogy ez jó döntés vagy nem, de ahogyan látom, hogy mennyire mennek fel az árak, talán jó. Szóval én reménykedem benne, hogy jó. És nem félek tőle. Az októberi szinthez képest egyébként a liszt például már közel 10%-kal drágult, de a tej esetében is 12%-os volt az áremelkedés, illetve a cukor is több mint 6%-kal drágult 2 hónap alatt a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint.